Legyél nyugalomba! Bran, tegye meg, ezt is elégetem hónap, holnapi nappal. Ha ma még felvettem a boltba, holnaptól nem kell a maszk. Hála jó égnek! Eleve elnézést kérek tőletek, ha nem kívánt zajok beszűrődnek a videóba. Az történt, hogy a cica ma reggel döntött úgy, hogy ő végre felnőtt lány lesz. Semmi jelét nem mutatta eddig. Nem tudtam összehozni ugye a randit az állatorvossal. Ugye az volt, hogy megyünk, és akkor ivartalanítatom. Hát három embernek összeszinkronizált, tehát orvos időpont, hogy én legyek szabad, meg tesóm legyen szabad, az közel lehetetlen, úgyhogy lemaradtunk az időpontról. De mondom, akkor majd úgy fogom csinálni, én ezt jó kitaláltam, akkor először hogy összeszinkronizáljuk, mert ugye a tesóm a kulcsfigura, neki van kocsija. Én nem számítok, a másik kulcsfigura ugye az orvos. Tehát megírom a naptárba azokat a napokat, amikor a tesóm ráér, és akkor tudatosan figyelmen kívül hagyom azt, hogy még lesz egy nap, amikor el kell vinni a kocsit műszakiztatni. Jó. És akkor, amikor megvannak ezek a napok, akkor majd feljön az állatorvost, kérek egy időpontot azok közül a napok közül valamelyikre, és ha megvan az időpont, majd akkor kérek én egy kivételes nap szabadságot, hogy el tudjuk vinni, mert egyébként nem tudjuk. Na, úgyhogy itt egyik pillanatról a másikra, felkelek reggel, egy cica. Nem kell. Jó, mondom, az úgyis szar ez a táp, ez a DAX, az egy undorító, azt nem szeretem, mondom, hát, ha meg ez nem. Jó van, akkor jön a prémium táp. A séba. Hát nem kell az se neki. Mi az Isten? Na mondom, jó van, akkor éhségsztrájkot tart, azt lehet kimenni levegőzni, kinyitottam neki az ajtót. Teszek, veszek, takarítok. Egyszer csak kinézek, áll kinn a teraszon és pucsit. Jó. Egyből vettem a lapot. Na mondom, akkor felkaroltam. Akkor bejövünk, cica. Úgyhogy most kénytelen leszek őrizni itt az ajtót, addig, amíg le nem vonul neki a tüzelése. És az állatorvos is, gondolom, csak azután fog időpontot adni, hogy lecsillapodott. Hát ez nem tudom mennyi lesz, egy hét, két hét. És még annyira nem is hangos, még összetettem a két kezemet, úgyhogy mondtam, hogy annyira nem nyávok, de most sipol, sipolgat itt kint. Most muszáj voltam kizárni egyébként, mert itt ugra, bugrál, meg itt izé, itt mindent leverne. Úgyhogy, na, ezek a mi újságok. Úgyhogy mára nekem itt megvan a izé, az örömöm, hogy nem sikerült azelőtt ivartalanítani a cicát, hogy neki áttüzelni, és akkor, na. Most ilyenkor izét játszik, padlókefét játszik. Ám fel akarok porszívózni egy heten, mondom, na hónap tényleg, mert meghemperek benne, azt valamelyik nap is fürdetni kellett. Igaz, akkor kiretkelt össze magát, de mindegy. Hát most úgy csinál, mint a izé, mint a kefe. Felszedi az összes kosztaszörnyekre. Ma, ha ezt befejeztem, tényleg ki fogok porcivózni, hogy legalább nekem ne izéljen, ne koszoljon. Na jó. Lássuk akkor, hogy miből is élünk, mert ugye hát ez mégiscsak egy unboxing. Hogy mi unboxing, még a címet nem találtam ki, de ti már biztos tudjátok, hiszen ott van a videó alatt. Egyik dolog, elbúcsúztattunk egy kollégát az áruházban, adott mindenkinek egy személyre szóló kis ajándékot, erre az van ráírva, hogy Tomika, két A betűvel, nem is olyan nagy meglepetés, mert én velem iratta rá, mert hogy nekem gyöngybetűim vannak, nincs semmi, csak ő üzletet nyit, úgyhogy ő most már nem lesz alkalmazott ezek után. És van benne egy személyre szóló meglepetés mindenkinek. És igen, jól látjátok, hogy
az van ráírva, egy világító Szűz Mária, úgyhogy meglettem mémesítve. Ezt a tollat én, hát, nem igazán fogom használni, ez csak itt lesz nekem, mint egy jó kis emlék, hogy ezt tőle kaptam. Mert ha beviszem, és akkor az lenyúlják, érted egyből. A másik, hogy megleptek, hát ugye ilyenkor mindig az, hogy na gyűjjünk össze ott az izénél, ott a főpultnál, és akkor, nem mondom, akkor búcsúztatjuk a kollégát, és akkor kezembe nyomnak egy szülinapi ajándékot, mivel hogy nem voltam ott, amikor a születésnapom volt, utána meg már el is felejtettem, utána Szabin voltam, úgyhogy most kaptam meg a szülinapi ajándékomat, ami egy darab t-shirt, ami mi szerint póló, azt mondja, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy figyelek, de igazából gitározok a fejembe. Ez nagyon baba. Próbáljuk fel. Na, illik is rám. Aj, de baba, nagyon szép. De jó új illata van. De jó új illata van, na. Ha majd úgy tűnne, hogy nem figyelek, akkor igazából figyelek. Csak... Harmadik dolog. Vettem Burl Jackit. Már a tavalyi az teljesen lerohadt rólam. Tavaly, 6 évig hordtam, vagy meddig. Hát látom, visszanézitek a videókat, visszapörgettek egy pár évet, hogy mindig ugyanaz a Jackie van rajtam. És most elirigyeltem, megláttam, hogy hörbi. De ősszel nem kaptam. Azt rájöttem hörbire, hogy bazd meg, hon vetted azt a Jackie-t, mert nekem pont ilyen kéne, de csak ilyen cullosokat kapok. Azt izéltünk pár videócsetet, hogy ő kínaiba, pont olyan, ami neki kell, meg izé, jó. De nem biztos, hogy van az a méret, ami az enyém, és akkor, de azt megtenni, hogy benéz, és akkor ha van az a méret, akkor feladja, én meg kifizetem, azt kész. Na, de végül is erre nem került sor, mert türelmetlenebb vagyok, úgyhogy elkezdtem keresgélni, és rátaláltam erre a Remix Shopra, ami egy, hát ahogy a logó is mutatja, second hand, azaz használt ruha outlet, és úgy lehet onnan rendelni, hogy meglátod, hogy mi van a te méretedben. Tehát lehet szűrni, rendesen meglézed, hogy mi van a te méretedben, és hogyha van olyan a te méretedben, ami kell, akkor azt pik, beteszed a kosárba, és 15 percre lehet lefoglalni. Be lehet, hogy más is nézi, és akkor le is foglaltam, ki is fizettem, méreteket megnéztem, teljesen fasza. Egyszer már ki volt bontva, csak hogy ellenőrizzük a csomag épségét, úgyhogy ezért most az a nagy réteg cellux, de azért ez nem, mit sem von le az unboxingnek a élvezetéből. Úgyhogy 15 percre lefoglalod, kifizeted, és már el is tűnt a termék kínálatból. Tehát egy darab volt belőle, ezt lefoglaltam, és akkor kifizettem, és már el is tűnt. Úgyhogy érdemes benézni, mert megfizethető áron, ha le tudjátok olvasni a QR kódot, akkor oda el lehet navigálni. Ez itt nem a reklámhelye, mert nem ingyen kaptam, hanem én fizettem ki. Nem titok egyébként, hogy mennyibe került, 15. Úgyhogy kurvára nem drága. És ez műbőr. Na, ezzel semmi nincs ráhazudva. Minden zseb valódi, a fenti cipzáros zseb is valódi, mind a kettő, a belső zseb is valódi. Indigo, ez a neve a brandnek, csak már levágtam a fityegőt róla, mert zavart, és még van egy szövet kapucnia is. És tökéletes méretbe, tehát új méret, szélesség, minden. Belül van ez a már megszokott toldás, ugye, hogy úgy néz ki, mintha lenne alatta egy pulcsi, de igazából nincsen. És akkor itt meg be tudod cipzározni magát a bőrcsekit.
és még egy kapucni. Nagyon, nagyon vagány, motoros. Itt is van még egy kis zseb, hogyha ide kéne valami. Apróságok, és akkor kész. Ezt meg fel lehet hajtani a kapucnit, ha nagy szél van, és bepatentolni, de most én nem hallottok semmit belőlem, mert közben ehet akartam a mikrofont. Na szóval, ez ilyen. És már nagyon rám fért, mert a hát a régit azt is úgy volt, hogy hordtam, és én nem vettem észre egy csomó ideig, hogy málik így széjjel fele. És, de már végén annyira kénytelen voltam észre, már az ősszel alig volt képen benne tiszta. Úgy néztem ki, mint egy ízei toprongyos. Úgyhogy ez szerintem jó deal volt. Meg igazából nem láttam magam egy tükörbe, hogy hogy mutat, hogy mutatok benne. Hát hátulról ilyen. Profilból ilyen. Szemből ilyen. Másik profilból, ja, ez a másik profilom. Ilyen. Kicsit azért nekem melegebbnek tűnik, mint a régi volt, tehát vastagabbnak. Tesó mondja, hogy nem olyat kéne venni, ami egy kicsit nagyobb, mert hát ha az elles. Amit mondtam, amikor mentünk Harasztiba, akkor mondta, hogy megvettem a jacket, lehet, hogy nem figyeltetek oda ott a háttérben folyó beszélgetésre, de erről volt szó. Na, nem kellett volna mégis az elles, ha nem, ez tökéletes. Újhozba, izébe. Ha teleszívom ezt a hatalmas kebelt, még akkor is teljesen jó. Úgyhogy ez már nagyon kedve. Ez a bűszag. Most... Jaj, én kérek elnézést, tegnap lelettem baszva, valaki írt nekem egy e-mailt, ki is postáltam, milyen szánalmas, hogy fel se tudsz rendesen öltözni, hogy nem úgy állsz, mint egy felnőtt ember, 44 évesen, mert formenadrág, Nike cipő, bőrdzseki. Miért akarsz te olyan lenni, mint a fiatalok? Biztos megnézte valamelyik 6 évvel ezelőtti videómat, és akkor ő abban az egy videóból ő kielemezte, hogy milyen ember is vagyok én. Azt mondja, hogy milyen sajnálnivaló, meg szánalmas, meg ízlésük. Már rég túl vagyok azon a ponton, hogy egy ilyen bírjon érdekelni. Annyit írtam neki válaszban, hogy sajnáljál nyugodtan. Tehát sajnálkozz nyugodtan valami ilyesmi. Na, úgyhogy ez itt van, ezt a rákba elégetem, hónap, zászlófelvonásnál, és akkor jön egy új korszak. Most itt a Covid után. Ez már senkit nem érdekel. Háborúról meg nem akarok beszélni. Egyelőre. Bár tudom, hogy ez most ezért felkapott téma lenne, hogy Tamás, te nem csinálsz egy vlogot a háborúról. Egyelőre nem tudok miről beszámolni ebben a keleti kérdésben. És remélem, hogy még azelőtt véget ér, mielőtt én nekem foglalkoznom kéne vele. Ja. Ennyi volt a mai videó, köszi szépen, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett a tartalom, akkor osszátok meg, nyomjátok a lájkot, a lájk mellett a csengőt, hogy minden feltöltésről értesítést kapjatok, illetve csatlakozhattok a csatorna támogatóihoz a csatlakozás gombra kattintva, amivel azt az előnyt éritek el, hogy megnézhettek olyan videókat is, ami kifejezetten ilyen magánjellegű vlogos, kicsit eltér most már a csatorna tematikájától, illetve olyan régi videókat, amelyeket privátá tettem, vagy csak tagok által elérhető. Úgyhogy érdemes. Tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!